Faültetéssel ünnepelték az Erdők és a Víz világnapját Gyergyó alfaluban. Az eseményen a helyi tisztségviselők a kisdiákok jelenlétében ültettek fákat, ezzel hivatalosan is útjára indult a helyi iskolások környezetvédelmi projektje. Faültetéssel ünnepelték az Erdők és a Víz világnapját Gyergyó alfaluban. A csemetéket a magyarországi testvértelepülés Hajdúböszörmény önkormányzata adományozta a községnek. A kőris és akácfákat az István Paptéri Parkban a március 21-i Erdők, valamint a március 22-i Víz világnapja alkalmából ültették. Ezzel igyekeztek a korábbi viharkárokban megsérült fákat pótolni. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy fontos, hogy minél szélesebb körben a lakosság implikálódjon ebbe a, tehát az ilyen jellegű programokba, és főleg az iskolások részéről, hiszen ők jelentik a következő nemzedéket. Barti Tihamér, Gyergyó területi RMDSZ elnök a gyerekekhez szólva születésnapnak nevezte az eseményt, amikor az Erdők világnapját faültetéssel ünnepelhették. Az az én kérésem, hogy majd, mikor ti is olyanok lesztek, mint mi, felnőttebbek, figyeljetek oda ezekre az akácfákra, és remélem akkor lesznek már padok alatta, és pihenjetek meg ott, és emlékezzetek arra, hogy annak idején, a születésnapján ennek az akácfának én ott voltam. Ezzel az eseménnyel hivatalosan is kezdetét vette a helyi önkormányzat és az iskola közös környezetvédelmi programja. A program során egy-egy osztálycsoport figyelme a település kültereire irányul, azt egy éven keresztül gondozzák, rendben tartják, végül pedig jutalmazzák a munkájukat.